Minden településen szerveznek majd oltási akciónapot, és a kormány személyesen megkeres majd mindenkit, akinek lejár a védettségi ideje mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Az oltási akcióheteknek köszönhetően jelentősen nőtt itthon a biztonság. A két hét alatt ma hajnalig egy millió oltást adtak be, tette hozzá. 115 ezer első oltás mellett 800 ezeren a harmadik oltást kérték. A kormányfő hangsúlyozta, a harmadik oltás tekintetében szágult hazán 2,6 millióan kapták már meg a megerősítő vakcinát, ami a lakosság 27 át jelenti. Ezzel Magyarország első az Unióban, a ahol az átlag 10% körüli. A kormány mindenkit meg fog keresni személyesen. Nem kell megijedni, tehát nem fogunk rájuk törni és bekopogtatni minden ajtót, erről azért nincsen szó, hanem a digitalizáció segítségével most már tudunk jelentkezni e-mailben, SMS-ben, meg levélben is, és akinek lejár a védettség ideje, vagy úgy gondoljuk, hogy most már az ő oltása, amit korábban fölvett, elgyengült, őt értesíteni fogjuk, hogy ez bekövetkezett. Mert hát nagyon sok ember van, aki nem tudja, azt hiszi, hogy két oltást kapott, és nem tudja, hogy ez nem örök életre szól, hanem a tudomány mostani állása szerint a hatodik hónap után a hatás, a védettség foka az csökken. Ezért figyelmeztetni fogjuk őket erre a tényre, hogy ez bekövetkezik náluk, és megkérjük őket, hogy vegyék fel a harmadik oltást, és a következő másfél hónapban minden településen, tehát minden településen oltási akciónapokat szervezünk, és erről személyesen mindenkit értesíteni fogunk. Azt várom, hogy ettől a harmadik oltást felvevők száma az rakétasebességgel növekszik majd.